Tázban maradt a szám, elkészült a tortám. A sütőt elemelegítjük 180 fokra. Két darab 18 cm-es kapcsos torta formás sütőpapírra kibéleljük, glisszezzük, kivajazzuk. Egy tálba összekeverjük a lisztet, a sütőport és a csipet sót. A vajat, a fehér csokit egy tálba tesszük és mikróba pár percig felalvasztjuk. A tojásokat a cukorral kihabosítjuk, hozzáadjuk a felalvat vajas keveréket. Végül kanalonként hozzáadjuk a lisztes keveréket. Tortaformán möntjük a masszát és sütőbe 30 percig sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük a tortát. A karamellt egy korábbi videóban már elkészítettem, ott meg tudjátok nézni. A tejszínt habbáverjük, hozzáadjuk a porcukrot, a mascarpone-t és a zselatinfűszert. A karamell, ha kihűlt, habzsába tesszük. A piskóták kihűltek, kivágjuk a tortakaribával, és a két piskótát félbevágjuk. A torta első rétegét megkenjük a tejszínes krémmel, és a karamellt rácsurgatjuk, megszórjuk a darált mogyoróval. A maradék tejszínes krémmel megkenjük a torta oldalát és a tetejét vékonyan. Tegyük hűtőben minimum 1 órára. Mikróba a tejszín és az étcsakit felolvasztjuk, habzsába tesszük a csakit, csurgassuk le a torta oldalán. Ha marad karamell, akkor azt is csurgatsuk az oldalán. Díszítéshez vágjuk fel be a Kinder Maxi King-et, tegyük torta tetejére, megszórjuk egy kis darált mogyoróval. Díszítése mindenkinek tetszik szerint. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, valamint ne felejtsd el bekövetni itt és Instagramon is. Jó étvágyat hozzá!